Sziasztok, Csibéim! Nagyon sok előkészítés előzte meg ezt a videót. Nagyon régóta gondolkodom azon, hogy egyáltalán visszavágjak-e a fiúknak. Akik régóta követtek, azok nagyon jól tudjátok, hogy mi mindent tettek már meg velem. Kezdve azzal, hogy az RPA játszotta nekem, hogy levágta a kezét a Turmix géppel. Most már a harmadik konnektor próbálom. Nem működik. Ugyanúgy nincsen semmi. Jó, nem működik. Ez szórakozz velem. Egészen azon át, hogy a Dani tetoválással érkezett haza. Mi van? Tetoválás. De normális volt? Normális ez a gyerek? De Dani, ne szórakozzál már velem! Vagy amikor Máltán teljesen szétszette az idegrendszeremet. Hol a piros táskám? Lehet, hogy nem vetted ki. Mit nem vettem ki? Én itt hagytam az asztalon a videómat. Egy olyan csillagos szállodával nem loktam be. Nem szoktak lopni. De egyébként mondjuk az ablak is nyitva volt. Nos, a fiúk mindig azt gondolták, hogy miután ez nem az én világom, biztosan soha nem fogok nekik visszavágni. Nagyon sokáig gondolkodtam, hogy kell-e visszavágnom, vagy szabad-e nekem visszavágnom, mert ez tényleg nagyon nem az én komfortzónám, tehát lehet, hogy ez a videó soha adásba se fog kerülni, de hosszú gondolkodás után találtam egy fantasztikus ötletet, hogy mivel tudom őket én megtréfálni. Nagyon nagy szerencse, hogy van az internet. Tudom, hogy mi az, ami a legjobban kiakasztja az én drága férjemet, az pedig az, hogyha valaki elkezd műnővé válni. Tudom, sokan azt mondjátok, hogy így is az vagyok, de az Árpi legutálatosabb dolog számára a világon az Árpinak, az, amikor valakinek tudjátok, ilyen hatalmas szája van, vagy elkezdi magát plasztikai sebésszel kipárnázni, itt-ott-amott feltöltetni, átműtetni. Nos, most a fiúk elutaztak pár napra, fiús programjukon, én pedig itthon maradtam barátnőzni, meg egyéb dolgaimat intézni, és miután az internetről már tudom, hogy létezik olyan, hogy ilyen injekciós fenékfeltöltés, erről már beszélgettünk is az Árpival, mondtam neki, hogy hú, milyen fantasztikus dolgok vannak, képzeld el, miket lehet ma már ebben a világban csinálni, ezért azt gondolom, hogy teljes mértékben el fogja hinni, hogy én bizony feltöltettem a számat és a fenekemet, úgyhogy miután hosszú volt az előkészület, képzeljétek el, már meg is vettem a fenekemet, tehát ezt nem fogjátok elhinni, de lehet ilyen bugyit kapni. Tehát ezt az interneten rendeltem, úgyhogy ez lesz az egyik segédeszközöm, és természetesen nem egyedül vagyok ebben az egészben, hanem Emese, aki mindig sminkelni szokott, ő fog nekem egy fantasztikus ilyen kacsaszájat építeni, és Zoli, ami az állandó kis szuperoperatőrünk, fog nekem segíteni abban, hogy bekamerázzuk az egész konyhát, és meg tudjuk nektek mutatni, hogy hogyan fognak ők erre az egészre reagálni. Egy ragasztó segítségével fogjuk felnyomni a szállat, és remélem, hogy nagyon jól fog kinézni. Én már kipróbáltam, és elvileg működik. Nem olyan egyszerű ám az ilyen dolgokat megszervezni, meg kitalálni, mert először azt gondoltam, hogy csak festül nekem valami hatalmas szája, de az nem hihető, ez közelről látszani fog. És addig Zolit, itt a más operatőrünket megkérem a kamera másik oldalán, hogy ő meg azt találja ki, hogy hova helyezzük el itt a konyhában a GoPro-kat, a kamerákat, és hogy ő hova fog elbújni, hogy rendesen fel tudjuk a fiúkat venni. Itt az ideje totálisan átalakulni. Na, gyere, hagyd lássam! Én nem megyek ki. Na, mutasd! Most már nagyon kíváncsi vagyok. Ezt nagyon tudom, hogy nekik ezt... Jézusom! Azt a mindenit! Tiszta Kim Kardashian lettél! Hát ez óriási! Hát ez az, hogy ez óriási, gyerekek! Tehát ez elmebeteg. Hát ez hatalmas, meg kell fognom. Wow! Úristen! De ez szó szerint tiszta kemény. Kemény. Mennyit gyúrtam. Így van. Hol felgyúrtam magam körülbelül 10 perc alatt. Tehát ezért azt gondolom, hogy... Nagyon jó. Tehát fordulj meg teljesen, hogy lássuk. Wow! Rá lehet a sörös üveget tenni? Amúgy esküszöm, tök hiteles. Olyan, hogy a tényleg jelen a feneked. Nagyon jó. Gyere, csináljuk meg a szállat! Jaj! Teljesen megörögtem. Legalább ilyen hitelesnek kell lennie, mint a... Le lehet ezzel egyáltalán élni? Hát próbáljuk meg! Figyelj, ki van fázva? Simán! Gyerekeket végül is nem fázik az ember.
most keves illat van. Igen, igen, igen. Na, próbáltam már titeket. Hello, jó, szia, én is. Hát, hello, kicsikém. Szia, cica. Mi az? Mit csináltam magadta? Hát, picit úgy gondoltam, hogy, hogy egy kis szervíz, és egy picit átalakítottam magam. Egy cici. Pont a szállat. Hát, az az igazság, hogy a fenekemet, mert tudom, hogy mennyire szeretted, hogyha valakinek van feneke, és az enyém túl lapos volt, és gondoltam, hogy akkor egy picit átalakítják, és maradt egy kis anyag, ez egy ilyen töltőanyag, tehát nem ilyen nagy bátorok, és feltöltötték injekciós tűvel, és a pici maradékot betöltötték a számba, hogy az is nagyon szép kis feszes legyen. Biztos, hogy pici volt a maradék, mert... Hát, megőrültél? A számba hogy nézett? Mi történt itt a hétvégén? Biztos, hogy... Hát a popsi az nem olyan vészes. Popsi nem olyan vészes, de kurva nagy. Kurva nagy, hát ez... De hát a szád, az a szörnyű, hát úgy nézek, mint egy ilyen büdös kurva, hát normális vagy. De most kell, ne, azért ez nem első már ilyen túlzásba, édesem. Tehát ez teljesen normális. Hát szerintem ez nem ilyen első túlzásokban jelenleg, hanem teljesen túlzásokban. De hogy néz ki a szád? Hát te egy normális, intelligens nő voltál. De mit továbbra is az vagyok. Nem nagyon értem. Tehát továbbra is ugyanaz vagyok. De hogy néz ki a szád? Te hogy lehet egy utcára venni? Hát egy finom, aranyos, kedves nő voltál, akinek kisugárzása volt. Hogy lehet, semmilyen kisugárzása, mint csak egy, tényleg az a feeling, hogy egy ilyen budos útszél lett belőle. Nem viccelj veled, az ettől a picitől, ne viccelj már, ugyanaz a nő vagyok, akit itt vagytatok. Ugyanúgy az anyád vagyok, semmi. Ez egy pici kis tuning azért, hogy ebben a korban is még jól érezzem magam, jól nézzek ki. Szerintem teljes, semmi. Szerintem álmodok, ne? Hát mondom, hát szörnyen, a feelingben nem te vagy. Hát egy értelmes, egy példakép, hogy... Édes kicsi bogarat. Nem, tehát egy embereknek, a fiatal nőknek, hogy 40-es vagy, akárhány éves vagy, azt sem tudom, hogy hány éves vagy, nőknek egy példakép, volt a Instagram, meg a követtek. De most hogy követtek egy ilyen büdös kurvát, hogy normális vagy? Szóval nem akarom elnézni. Én most már fölment a kumban, nem akarom elnézni, hogy ezt nem csinálod. Hát magadat teszed tönkre. Hát hogy fogsz szerepelni másik filmben? Hogy egy kicsit sokkolódtál, ez az első sok, de hát teljesen, nincsen ezzel semmi extra. Én szerettem volna kiteljesedni, úgy éreztem, hogy nekem erre szükségem van erre, és most itt vagyok, tessék. Hát nem tudom, hogy mi a probléma. Gondoltam, hogy jó, hát, még nekem mi jár. Hát nekem nem okoz problémát, de én elmegyek, hát ezt nem lehet kérni. Nem akarom elhinni, hogy ez megtörtént velem. Hát kérlek, már több nőt elfogyasztottam, de hát hülyével nem értem még együtt. Hát te meghűltél, hogy csak hülye csinál ilyet. Ne viccelj már velem. Most tényleg én merem vala vagy? Nem vagyok normális szerintem. Hát mit csináljunk? Mit csináljunk? Hogy nézel ki? Hát a szád hogy néz ki? Hát nem tudom, hogy kacsa szájú vagy akár. Mi a baj, kisfiam? Hát anyucik van, hát ne vicceljél már velem. Hát anyucik kicsit több lett. De nem. De szörnyen. Édesem, a lelkemet kell szeretni, tehát ne viccelj. Még fáj azért, nagyon fontos, mert azért ez nagyon feszül a bőröm, hogy injekciós tűvel töltötték, nagyon feszül. Tehát ez... Nem is elhetetlen a gondolat, hogy fölpumpálták a fenekedet. Kicsit, igen. De a cicus, nagyon kényelmes, nagyon szuper, de meg fogod szokni. Hogy fogod szokni? Adon, amiket fogok felmutatni? Elképzelhető, hogy az elképzelhető, a fejedet nem szeretném látni. Hát ezt le kell takarni, ez embertelen, hát hogy nézel ki? Hát ilyen fejjel lehet, hogy tudsz mutatni dolgokat, de ilyen fejjel mit mutatsz? Hát kiszaladok a világból, hát... De miért? És tényleg a külsőségesnek múlik minden.
Hát azért, mert egy picit tuningoltam magam, most akkor már nem fog szeretni. Az balról volt szó, hogy jóban, rosszban. Tehát ha ez neked rossz, akkor is szeretned kell. Ennek elment az esze. Szerintem elment az esze. Nem érdemes, hogy vett el észre, meg kicsit gondolkodnom kell ezen. Lehet, hogy egyszerűbb, hogyha tényleg... Lehet, hogy el fogom válni, hiszen neki ez így nem van. És a popsinik kellene be ez a fej. Hát most mondd meg! De ez nem, hát hadd így a kocsod és vagy ugye elálljak. Kécsik, én finom húsleves készen van, az nem fog nyugtatni, minden rendben lesz. Picit pocikát megkapja a húsleves, este jól lesz szórakoztatnak, hittem, hogy nagyon jó lesz. Csak a piros húsleves rúzsok... Húsleves, ezzel kóstolt ez a csak a piros rúzs az, ami egy kicsit zavar, hidd el. Rúzs, hát lehet, hogy alatt nem kell részes, nem? Tényleg kivalós, de ott van alatt az föltöltött száj. Persze, tudom töltve. Nem tudsz hozzászólni. Most tényleg, ennyire, ennyire nem tudtok elfogadni? Agyilag nem lehet, én szerintem megzakkantál. Tehát aki, de nem lehet elfogadni azt, hogyha az ember csinál magával valamit? Nem lehet így is szeretni? De lehet. Mindenkit lehet. Csak egyszerűen ez hirtelen, ez túlságosan hirtelen, két napra, és nem értem az indítását. Nem értem, szerintem majd meggádultál. Vagy van valami pasi, vagy valaki... Jaj, van megint ez a van valami pasi, hagyjuk már ezt a hülyeséget, honnan lenne nekem pasi? Te vagy az én pasi, te vagy az életem szerelme, és tudtam, hogy mennyire szeretem a nagyszerű nőket, és egyszerűen neked akartam megfelelni. Miért kell ezt csinálni velem? Én egyszerűen azt gondoltam, hogy majd még jobban fog szeretni ettől az egésztől, minden miattat csináltam, hogy neked jó legyen. De azzal jöttök és beletipoltok a lelkembe! Ez hülyez? Nem arról van szó, hogy mekkora a paksőben, mekkora a száj. Itt pszichés problémát érzek, tehát mint hogyha meggágyult volna. De két nap alatt ember nem tud meggágyulni. Ezt nem akarom elhinni. Egyszerűen nem tudom, mit csináljak. Nem tudom elképzelni azt, hogy ebből van megoldás, hogy ebből ki lehet szállni, ebből egyetlen lehet. Mit lehet csinálni? Mit lehet egy emberrel csinálni? Hát mit csináljak? Ilyet még nem tapasztaltam, hogy valaki ennyire megküljön. Nem tudok hozzászólni, nem tudom, mit csinálja. Vagy elmegyek, viszont tovább maradtunk volna, hogy az órát is megcsinálta volna, és pink haja lenne. Én az indítatást nézem, az agyindítatást. Azt nem tudom, hogy tud valaki megváltozni így, két nap alatt, hogy tud ilyen lenni, hogy ő most így akarja magát. Valóban ezeknek a ilyen körülnőknek minden hülyeség az eszükbe. Jó, de ez nem hülyeség, ez egy más szín. A feje a szörnyen nézett ki. Nem tudom, egyszerűen félek tőle, nem merek ráhozni. Nem tudom, mit csinálja. Egyszerűen nem akarom elvinni. Ezt nem tudom elképzelni, nem értem, hogy hogy juthat egy agyanyagát egy cipsbe. Ez muszáj, ennem egyet oldítható az már azon lesz. Nem tudom, hogy lehet eljutni ide, hogy lehet egyáltalán egy nő, hogy juthat el ide, hogy ilyet csinál magával. És ezek visszafordíthatatlanok. Nem lehet visszafordítani, nem lehet kivenni. Nem, biztos, hogy ki lehet. Hogy? Valahogy. Hogyha be tudják pumpálni, akkor melyet tudnánk kiszívni, ugyanúgy. Hát igaz. De pedig fölszívódik. Akkor itt nem megyünk el utcába, nem fogunk vele sehol megjelenni. Tessék, én már ki is vettem. Mi? A fenekem. És a szám. Visszakaptad a lapos popsis csajodat. Fáj! Mi a? Normális? Ez normális. Az is teljesen normális. És itt is normális vagy? És a szám is visszakerült helyére. Azóta katasztrófa. Az is csak föl volt ragasztva. Ez most miért csináltad? Emlékszel arra, amikor bedugtad a kezedet a turbinszgépbe? Bedugtam a kezed? Nem emlékszel, amikor átvertél a turbinszgéppel? Te emlékszel, amikor hazajöttél tetoválással a kezedet? Igen. Úgy éreztem, hogy itt az ideje, hogy visszaadjam, úgyhogy oda mosolyogjál, csak oda bele. Jöda, nézd ide. Vagy nézed az oszlop mögé? Ott is egy kamera. De az van. Hello, Zoli! Itt van a Zoli és a függönyöget. Nem eszem rá. Szóval azt gondoltam, hogy mitán úgy mondtátok mindig, hogy úgy sem tudlak titeket átverni és megtréfálni. Hát ez volt az én tréfám ellenetek. Úgyhogy most visszakaptátok mindazt, amit én kaptam tőletek. Nem akarom elhívni. Ugyan ma.
Direkt egy spéci bugyi, ami műpopsi. Nem, ez tetszett. Ez tetszett. Hát, édeseim, most visszakaptátok, de nem szeretném többé visszakapni. Tehát szeretném majd ezt az egész átveréses, prenkes háborút itt most családon belül lezárnánk. Ha valamit tanulhatok ebből, mert szeretünk nektek mindig példát mutatni, de most ezt a példát ne kövessétek. Szerintem annyit lehet ebből tanulni, hogy ne tömjétek, műtessétek össze-vissza magatokat, csajok, mert ilyen lesz a pasitok reakciója. Úgyhogy... Ne felejtsétek el lájkolni. Feliratkozni. A fiúk még emésztik egy kicsit ezt az egész történetet. Puszi nektek, csibéim! Legközelebb már tényleg egy értelmes témával fogunk jelentkezni, de ne felejtsétek el, család ellen nincs orvosság, mint látjátok. Ez nálunk is ilyen. Na, együnk egy jó kis húslevest. Sziasztok! Sziasztok!